Azért belülről azt érzem, hogy álmoskáson keltem föl egy-két kanyarba, de óvatos voltam reggel. Össze kellett raknom, hogy biztonságosan és gyorsan menjünk, és elég jól sikerült, én azt gondolom, hogy hármat kapni a Pistitől azért az jó dolog. Most pedig egy nagyon érdekes kihívás van. Kérdezte az Ali, hogy nem lenne jó neked a második hely, hát hiszen célba kéne érni. De nagyon szeretné, nézegetem az abszolút időket is, és én mondják nekem, hogy én örök elégedetlen, tök jó időket megyek, és hogy elégedetlen vagyok, de hát belülről érezni ezt, hogyha valamit elrontok. De megmondom őszintén, boldog vagyok. Nem gondoltam volna, hogy így tudom menni. Hát ilyenkor mindig sírógörcsön van, na lassan mondjátok, most már nem is értem magamat. Rettentően boldog vagyok. Tehát tényleg sok munkában lettek, sokszor fel akartam adni. De ez az utolsó három év, mióta a Svatek Zsoltival és a mostani csapattal dolgozom, ez egy kicsit adott reményt, és talán egy üzenet mindenkinek, hogy nem szabad feladni. Te vagy a leggyorsabb Mitsubishi is. Igen. Erre nem gondoltam, megmondom őszintén. Tegnap este úgy gondoltam, hogy de jó, vége ennek a nehéz napnak. Nézegettem videókat, még próbáltam egy kicsit készülni a mai napra, de reggel, amikor fölkeltem, hogy úristen, ez is egy hosszú nap lesz, mert azért 68 kilométert úgy, hogy nyomni is kell, és figyelni is kell, hogy leérjünk, és itt legyünk a Széchenyi téren most. Úgyhogy kemény volt.